Weisz József vagyok, Paks az én városom. Bármi meglepő, én is gyerekként kezdtem az életemet, Pakson születtem, immárom 50 éve. Hát én a Csendes utcában nőttem fel, az a tipikus utcagyerek voltam, aki ezt pozitív értelembe kell értelmezni, tehát ugye a Ratkó korszak gyerekei vagyunk, vagy annak a lecsengése, tehát nálunk, amikor kiment valaki az utcára és játszani akart, akkor minimum 10 ember volt az utcán, 10 gyerek, ha 8-an voltunk, akkor hiányérzetünk volt, mert nincs ki a csapat, nincs ki a foci csapat. Nálunk úgy telt a gyerekkor, ugye, hogy kimentünk, játszottunk, temető mellett nőttünk fel, tehát a Csendes utcai gyerek vagyok, ha lehet ilyet mondani. Mi ott töltöttük a gyerekkor, tehát kimentünk az utcára, ki volt készítve a klasszikus zsíros kenyér ebédre délután, és átmentünk a temetőbe, ott játszottunk, nekünk a temető mást jelentett, mint másnak, nyilván felnőtt fejjel ezt már másként látjuk. Nekünk ott volt a grund, ott volt a vadnyugat, minden ott volt, amit az ember gyerekfejjel felépített magába. Mindig sokan voltunk, meg volt mindenkinek maga helye a csapatban, mint ahogy ugye láttuk is a Pál utcai fiúknál is, ugye megvoltak a tisztek, megvoltak a középvezetők, megvoltak a beosztottak. Hát én természetesen a méretemnél és a koromnál fogva én voltam a legkisebb, én voltam az egyedüli közlegény a csapatban, de egyáltalán nem zavart. Azt kell mondani, hogy nagyon boldog gyerekkorom volt. Az általános iskolát azt ugye a Vezérédébe végeztem, nagyon szerettem. Azok a klasszikus tanítókkal, még nagybetűs tanítókkal, mint például a Barnabás tanár úr, hát ő fotószakkört irányította és oda jártam, ott tanultam meg nagyjából a fényképezést, de inkább pingpongozni tanultunk meg. Tehát azok a büdös kölykök voltunk, akik a fényképezést megcsináltuk, a látványos részét azt megcsináltuk, és amikor már türelem kellett volna hozzá, ott a fixírbe ott egerészni a vegyszerrel, azt a tanár úrra hagytuk, és ezt nagyon barátságosan és nagyon aranyosan meg is oldotta. Tehát számomra ő az igazi nagybetűs pedagógus, tehát ilyen büdös kölykökkel is tudott bánni, mint amilyenek mi voltunk. A gimnáziumot azt a Vakbottyán gimnáziumban végeztem el, csak jól tudok mondani róla. Nyilván voltak azért olyan megjegyzések, mert nem a legjobb tanulók voltunk, és ugye a László Boldival egyetemben egyik országos címborám, azért azt így utólag kicsit furcsa jön ki, hogy azt a megjegyzést megkaptuk, hogy belőletek úgy se lesz semmi. Hát a Boldiból ugye nagyon híres operaénekes lett, én azért valamilyen szinten megtaláltam a helyem a világban, tehát azt kell mondanom, hogy itt Pakson nagyon szeretem ezt a várost, de tényleg, immárom lassan 50 éve élek itt, tényleg ez az otthonom, a hazám, a házam. Bárhova megyek, mindenhol baráti szavak, baráti ölelések fogadnak, szia Józsikám. Nagyon büszke vagyok arra, hogy több helyen laktam ugyan Pakson, erre nem vagyok annyira büszke, arra viszont igen, hogy az összes szomszéd, ahol laktam, mindenki még szomszédként fogad. Lehet, hogy már 15 éve voltunk közvetlen kontaktban, de még mindig úgy van, hogy névnapom, stb. Fölhív Józsikám, boldog névnapot kívánok, és ez nekem jó. Én hiszem, vallom, hogy ha valaki barátságos, és jó szívű és jó szándékú, akkor az hosszú távon mindenféleképpen kifizetődő. Ebben a városban én próbálok így élni, és úgy gondolom, hogy hozzám is a város, ha lehet így mondani, kicsit nagyképpen így viszonyul. Bemegyek a postára, bemegyek egy hivatalba, mindenhol van egy ismerős arc, aki segít, aki útba igazít, aki esetleg azt mondja, hogy gyere kicsit előre, intézzük el, mert tudom, hogy sietsz. Tehát ez szerintem egy idegen városban nem lennék az, aki vagyok, mert nem érezném jól magam ott. Persze megvannak Paksnak is az intrikái, megvan a polaritása. Most egy picit azt látom, hogy a Paks egy nagyon nagy lehetőség előtt áll. Nyilván ez nem csak a városvezetésen, ez a polgárokon is múlik, hogy mit kezdünk ezzel. Látok jó irányt is, rossz irányt, és a jó irány az az, hogy azért az anyagi lehetőségek úgy tűnik, hogy adottak ahhoz, hogy még élhetőbbé, még biztonságosabbá, és még szebbé tegyük ezt a várost. Én azt hiszem, hogy nem tanultam a kereskedést, de mindenkinek úgy vagyok a telefonjában, hogy a PSP-s Józsi. Ugye 22-23 évig csináltuk a műszaki PSP-t, nagyon büszke vagyok rá. Azt hiszem, hogy sikerült egészen egy pár négyzetméteres boltból egészen 400 négyzetméteres üzletig kinőni magunkat. Próbáltunk szolgáltatni. Nyilván többé-kevésbé sikerült. A számok azt mutatják, hogy talán életképes volt az a vállalkozás, tehát 23 évig csináltuk. Nagyon szerettem, nagyon jó volt. Szeretek az emberekkel bánni, minden ember más, minden ember kihívás. Szerintem azért sikeresen, ha lehet ilyet mondani, hogy sikeresen bánok az emberkékkel. Első egy-két percből megtudom, hogy kivel állok szemben, milyen szóhasználatot és milyen stílust kér tőlem, és milyen árat természetesen, az is fontos a kereskedelemben.
Hát a PSP után ugye akkor, hogy sajnos az idő elvitte, mondjuk úgy, hogy jött egy multi, aki olyan választás elé állított bennünket, hogy egy út áll előttünk, melyiket választjuk, tehát vagy beállunk a sorba, vagy ugye az erősebb kutya van szerelmi fölénybe, ugye az üzletben is ez így van. Ott is így volt, ugye bekebelezett bennünket, ott elkezdtük, ott egy rövid fél éves pályafutás után minden halnál van nagyobb, ott azt, őket a NAV vitt el, és akkor ott meglepődtünk egy picit, ugye ott álltunk a kollégákkal, hogy most mit évők legyünk. Rövid kitérő után ugye akkor a Sorformhoz kerültem, ott is sikerült, én úgy gondolom, hogy szépen elindítani azt a műszaki kereskedést. Próbáltuk azokat a stílusjegyeket továbbvinni, amit egyébként a PSP-be is, tehát személyre szabott árakkal, normális árukészlettel. És ott utána megkeresett a GP-t, ugye ahol most is vagyok, víz-gáz fűtés volt. Bizonyos motivációk keretein belül átcsábítottak ide, ezt most már másfél éve csináljuk. Én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk a munkánkra, mert ugyanaz a vásárlóbarát közvetlen hangvétel, mindenkinek próbáljuk a legkisebb problémáját is megoldani. Ha valakinek ismerős volt a hangom, az ugye annak köszönhető, hogy a Paks FM, ugye a régi Fortuna Rádiónál a reggeli műsorban hallható vagyok. Az olyan, amilyen, én úgy gondolom, hogy magamat nem szabad minősíteni, ezt a kedves hallgatók úgy is megteszik. Ha hallgatnak bennünket, akkor nagyon szépen köszönjük, ha nem, akkor ejnye-bejnye, hallgassanak bennünket, hiszen minden reggel, ugye fél hattól fél tízig állunk a rendelkezésükre, helyi információkkal, tehát a Paks FM-en nagyjából ennyi. 50 éves vagyok, de tele vagyok még tervekkel, ambíciókkal. Túl nagy tervém nincsenek, tehát nem akarom a világot megváltani, de szeretek jó dolgokban részt venni, és valamilyen szinten azért keresem is ezeket a jó dolgokat, hogy milyen sorba álljak be. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tisztes múlttal rendelkezek, és reményteljes jövővel. Mindenkinek ezt kívánom, és legfőképpen legyetek jó paksiak, szeressétek a Paks utcáit, városait, házait, embereit, hiszen ide köt bennünket minden.